Kányádi Sándor, nyergestető. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüst hangú rigók énekelnek a nagy fákon, s hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vén földbe, kitépni vihar sem tudja, másképpen csak ketté törve. Van ott a sok hegy között egy szelíden, szépen hajló, mint a nyereg, kit viselne mesebeli óriásló. Úgy is hívják nyergestető, egyik kengyelvas a kászon, a másik meg az innenső, itt csillogna, Csíkkozmáson. Nem csak szép, de híres hely is, fönn a tetőn a nyeregben, ott zöldelnek a fenyőfák az egész Csíkban legszebben. Ott teresztik legmélyebbre gyökerüket a véntörzsek, nem mozdulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta rendületlen, szabadságharcosok vére lüktetlent a gyökerekben. Mert temető az az erdő, és kopjafa minden szálfa, itt esett el Gál Sándornak száznál is több katonája. Véres harc volt, a patak is vértől áradt azon reggel, támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek, alig voltak, ha 200-an, álltak, mint a fenyők, a harc rettentő nagy viharában. Végül csellel, árulással, délre körülvették őket, mert nem adta magát a székely. Mind a szálfák ketté törtek. Elámult az ellenség is, ekkora bátorság láttán. Zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mint egy szálig olyan bátran, mint az a görög 300 Termopülé szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének. Csak a sírjukon nőtt fenyők, fönn a tetőn, a nyeregben, s azért zöldel az az erdő, egész Csíkban, a legszebben. És az van, Ádám, hogy itt ezzel a kereszttel tudod majd lelóni tiszteletedet, mivel nem készítünk oszkóval ezzel a kereszttel. De ez itt szokás, tehát ez itt szokás, is. Igen, mások is szokták, úgyhogy hajtogattam egy keresztet. Úgyre kedves vagy, lemente. És akkor kitűzzük ide valahova? És kitűzzük, szerintem oda a többi kereszt mellé. Akkor mi ezzel tisztelgünk a helyi hősöknek.